Szia, Judit! Szia, Pali! Üdvözöllek itt a Danubius Hotel Marinában. Most már nem kell otthon maradni, sőt, óvatosan a szabályok betartásával, de most már kell, és jót is tesz, hogyha az ember kikapcsolódik. Ennyi nehéz hét után kell a testünknek és a lelkünknek is. Van olyan szabály, amit be kell tartani itt beltérben esetleg továbbra is? Legyen 1,5-2 méter másoktól. Mossunk alaposan kezet, és hogyha nem tudunk távolságot tartani, akkor hordjuk a maszkot. Milyen új szabályokat vezetett be a szállodalánc? A Danubius Hotels nemzetközi és hazai ajánlások alapján kidolgozta a saját biztos pihenés protokollját, ami garantálja egyaránt a vendégeink és a munkatársaink biztonságát. 4 területre fókuszáltunk: a recepció környékére, az étteremre, a szállodaszobára és kint a medencéknél szigorúbb szabályokat vezettünk be. A részletekről tájékozódhatnak a vendégek a weboldalunkról, illetve, hogyha ez nem elég, akkor forduljanak a pihenés biztosainkhoz. Jó napot kívánok, Györfi Pál vagyok. Szeretném elfoglalni a szobámat. Otthon is igyekszünk odafigyelni az alapos, rendszeres takarításra, de itt, ahol sok ember megfordul, itt nyilván ezt még komolyabban kell venni, azokat a felületeket, amit többen is megfognak, kilincsek, gombok, liftben, ezeket alaposan kell tisztítani, fertőtleníteni. És persze a vendégek oldaláról is ez egy más helyzet, hiszen ha sokszor jönnek takarítani, az tőlünk is egyfajta toleranciát igényel. Judit, mind változtattatok a szobák takarítása vagy a bekészítés szempontjából? Vendégeink egészségének védelme érdekében érkezésük előtt és naponta is többször takarítjuk a szobákat. Ugye az alapos átszellőztetésen túl a nemzetközi szabványokban elismert és kiváló fertőtlenítőszereket használunk azokra a felületekre, amit gyakran érintenek a vendégek. Ilyenek például a kilincsek, a kapcsolók és a nyomógombok. A fürdőszobák fertőtlenítése borzasztóan fontos. Az ajtónak a belső felületén elhelyezett információs anyagból tájékozódhatnak a vendégek a Danubius biztos pihenés protokoll alapjairól. Most, hogy a szobádat elfoglaltad, már biztosan megéheztél. Mire kell figyelni egy étteremben? Alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, tartsuk a biztonságos távolságot még az asztaloknál ülve is, illetve ne fogjuk meg egymás után lehetőleg a tányérokat és a kanalakat, ezek a legfontosabbak. A vendégeknek készített ételeinket nagyon körültekintően a legmagasabb élelmiszerbiztonsági sztenderdnek megfelelően készítjük el, ezen kívül munkatársaink a feldolgozás során védőkesztyűt és védőmaszkot viselnek. A svéd asztalnál például hogy lehet elkerülni, hogy egymás után fogjuk meg a kanalakat? Kollégáim segítik folyamatosan a vendégeknek az ételek szervírozását, maszkban és védőkesztyűben állnak a büféasztalok mögött, illetve előre porciózott, kiadagolt ételekből is választhatnak a vendégeink. Mire figyeljünk a medencék használatakor, egyáltalán a kisgyerekekkel a szülők mire figyeljenek? A gyerekekre természetesen általában nagyon kell figyelni. Ebben az időszakban fontos, hogy a fürdés közben, a vízben is tartsuk másoktól a biztonságos távolságot, illetve a gyerekekkel értessük meg, hogy miért ennyire fontos mindez. De ti hogyan tudtok ebben segíteni? Mi úgy tudunk segíteni, hogy medencéink kapacitását 4 négyzetméter per főben korlátozzuk, és úszómestereink ezt folyamatosan ellenőrzik. A Marina óriási strandja alkalmas arra, hogy mindenki kényelmesen elférjen a napozó ágyakon. Az animációs programokat pedig kihoztuk a szabadba. Bár láthatod, a biztonság az maximális a háttérben, azért az élmények garantálása a legfontosabb. Minden jobban fog esni, és mi még jobban vigyázunk rád. Ezzel a gondolattal nyitották újra kapuikat a szállodáink. Nektek mi hiányzott a családdal a legjobban? Hú, sok minden, talán leginkább a pancsolás, a víz, a fürdőzés, de most majd bepótoljuk mindezt, hiszen a testünknek és a lelkünknek is jót tesz ennyi nehéz hét után a pihenés. És most már végre eljött az ideje annak, hogy azt mondhassam, tényleg ne maradjatok otthon. Sziasztok!